Alig állnak a lábukon, annyira a kábítószer hatása alatt állnak ezek az emberek. A rendőrség felvételein jól látszik, hogy a drogosok percről percre egyre rosszabbul vannak. A videóban számos raziáról, illetve az ott előkerült különböző színű drogokról láthatunk képsorokat. A rendőrség azért tette ezeket közé, mert kiderült, hogy egy új életveszélyes hatóanyagú drog jelent meg a magyar kábítószer piacon, ami a jelenlegi információk szerint már 11 ember haláláért felelős. A halálesetek zöme Borsodaba üzemlény megyében történt, de volt Fejér, szabolcs Bereg, Nógrád és Tolna megyében, valamint a fővárosban is. Egy Miskolci haláleset nyomán azonosították az új pszichoaktív anyagot a szakértői intézetben. A szakértők ezt követően megvizsgálták májusig visszamenőleg a gyanús eseteket, és megállapították, hogy több haláleset köthető a Bika nevű anyaghoz. Az előzetes vizsgálati eredmények alapján eddig 51 különböző lefoglalásban azonosították a szert. Legtöbbször varázsdohány néven ismert szintetikus hatóanyaggal átitatott dohánymintát, néhány esetben átitatott zöld gyógynövénytörmeléket, illetve barnás narancságás színű, porformájú, közel tiszta hatóanyagot foglalt le a rendőrség. Az esetekben közös, hogy a rosszul lét után rövid időn belül bekövetkezett a halál. Azokban az esetekben, ahol lehetséges volt, megkísérelték az újraélesztést, ám ez nem járt eredménnyel. A rendőrség videóján látszik, hogy ugyanazok a képsorok vannak benne, mint a Tolna megyei rendőrfőkapitányság által kiadott egyik korábbi videón. Ez a felvétel még július végén készült, akkor egy drogterjesztő bűnszövetkezet tagjait fogták el. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg a két hete elfogott tolnai dílerek is kereskedtek ezzel a halálos szerrel. Ezt az információt egyelőre a rendőrség nem erősítette meg. Megkerestük a Tolna megyei rendőrfőkapitánságot, akik egy nyilatkozatot adtak ki. Ebből az derül ki, hogy Tolna megyében egy olyan haláleset történt, amiben vagy az Elmhuny szervezetéből, vagy a környezetében található anyagokból ez a designer drog volt beazonosítható. Tolna megyében júliusban jelenhetett meg a Bika.